Mindannyian tudjátok, hogy ki vagyok. Évente egyszer találkozunk karácsony éjszakáján. A felnőttek, a fiatalok és az öregek egyaránt gyerekek voltak egyszer, ahogy én is. Nem hiszitek? Mondok egy mesét. A karácsony története. Van. Muszáj bevinni a városba, hogy megnézze a doktor bácsi. Ennyi tűzifa elég lesz, amíg haza nem érünk. Nézd csak az órát, kisfiam. Itthon leszünk mindketten, mire mind a két mutató ide ér. Átvágunk a tójegén, úgy rövidebb az út. Nikolász, közben befejezheted Ada ajándékát, ha van hozzá kedved. Rendben van. Honnan vetted az ötletet, hogy karácsonykor ajándékozzunk? Nem számít. Végül is kedves ötlet. Nikolász, megtaláltuk a szüleid nyomait a tójegén. Egyenesen a nyílt vízre vezetnek. Nagyon sajnálom. Senki sem szeretné, ha ez a kis árva itt megfagyna a faluban. Vagy ha éhen halna. Mi is nehezen élünk. Az egész falu szégyelheti magát, ha nem tudunk gondoskodni egy gyerekről. Nekünk három gyerekünk van. Nekünk meg mindenkinek öt. Nehéz a megélhetés. Tudom, miről beszélnek. Én is halász feleség vagyok. Dobjátok a tóba, hadd menjen a családja után. Úgy is gazember lesz belőle. Majd én elvégzem ezt helyettetek, ha nem vagytok elég bátrak hozzá. Hogy elszaladt a kis taknyos? Nincs neki semmi humorérzéke. Nekem van egy ötletem. Krisztinával egy darabig gondját viselhetjük Nikolásznak.
Az utóbbi időben jó fogásaim voltak. Van egy kis megtakarított pénzünk. Elfér az asztalunknál még egy éhes száj, amíg véget nem ér a tél. Legalább tavaszig. Szerintem pedig Nikolász gondján osztozzon meg a falu. Mindenki! Hány család is van a faluban? Jelentkezzenek. 6, 7 és 8. Minden család magához vehetné, és eltarthatná egy évig a kisfiút. Annyit kibírna mindenki. Igen, jó. Ha közben felmerül valami gond, akkor közösen megoldjuk. Én nem veszek részt ebben a marhaságban, szó sem lehet róla. Te nem laksz a faluban, úgyhogy ez téged nem is érint. És nem is kérdezett senki. Abba hagyjad oda vartyogáztat. Mit képzelsz te magadról? Így van, ki vagy te? Akik itt vagyunk, közösen viseljük gondját Nikolásznak. Hanuszékkal kezdjük, jó? A fiú jövő karácsonykor költözik a következő családhoz. Mindenki egyetért? Igen. Rendben van. Boldog karácsonyt, Ada húgom. Nem tudtam elfelejteni se anyámot, se apámot, se Ada húgomat. Tudtam, hogy soha nem fognak visszajönni, de akkor is borzasztóan hiányoztak. De az idő begyógyítja a sebeket, és ősz felé már halványult bennem a bánat. Nagyon jó dobás volt, ugrott vagy hatott. Nézd, milyen jó követ találtam. Nyújtsd ki a karodat, és jó messzire dobd. És... Na, még egyet. Aztán eljött az a pillanat, amitől rettegtem. Át kellett költöznem egy másik családhoz. Biztosan oda találsz Heinoékhoz? Igen. Szervusz. 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 Szervusz.
Évek, családok és karácsonyok jöttek és mentek. Minden karácsonyra faragtam ajándékokat az előző családomban élő gyerekeknek. És az évek múlásával annyian lettek, hogy éjszaka kellett kivinnem az ajándékokat és letennem az ajtajuk elé, hogy reggel megtalálják. De szívesen cselekedtem így, mert nem akartam nagy ügyet csinálni az ajándékokból. Sőt, ha valaki karácsony után köszönetet akart mondani, úgy tettem, mintha nem tudnám, hogy miről van szó. A hatodik évben azonban semmi sem a szokott és várt módon sikerült. Az az év nehéz volt az egész falu számára. Egy korai fagy elvitte majdnem az egész termést. És mintha a tóban nem úszkált volna egy fiahal sem. Ma megint nem fogtatok halat? Nem bizony. Ez szomorú. Tudtam, hogy ha nem fordul hamarosan jobbra a sorsunk, egy család sem lesz képes befogadni engem télvíz idejére. Itt az őrült Isaki! Menekülj te is! Hozzátok rendbe a házatokat karácsonyra! Nálam mindent megkaphattok, ami az ünnepi vacsorához kell! Merőkanalat, tortaszeletelőt, krumplinyomót, krumplihámozót, habverőt, halkést! Mindent árulok, amire egy rendes háztartásban szükség lehet! Te kölyök, gyere ide! Ezt a micsodát nem tőlem vetted. Más asztalosoktól meg fafaragóktól vásárolsz ilyen nehéz időkben, nem az öreg Isakitól, aki a földét. Nem mástól vettem, Isaki, esküszöm. Saját magam faragtam ki bicskával. Engem akarsz bolondát tenni? Honnan vetted ezt? Már mondtam, magam faragtam. Idén még alig adtam el valamit. Kinek a gyereke vagy te? Senki sem. Szóval te vagy az a szegény ördög, aki minden évben más családnál lakik és házról házra jár. De hol vannak a többiek? A falugyűlésen. Aztán mi olyan fontos, ami miatt falugyűlést kell tartani karácsony előtt? Most döntik el, mi legyen velem, mert nem telik senkinek rá, hogy vállalja. Azt nem csodálom. Biztosan olyan falánk vagy, hogy mindenkit kizapáltál a vagyonából. Azért nem tudok most eladni semmit. Mégiscsak a tóba kellett volna dobni téged, ahogy akkor mondtam. De hát miért? Te nem is szereted a gyerekeket, Isaki. Segíthet nekem a munkában. Ismerünk már, mint a rossz pénzt, Isaki. Úgy gondoltam, férfit tudnék faragni abból a taknyosból egy év leforgása alatt. De ha az ajánlatom nem elég jó nektek, akkor megyek. Várj, Isaki! Talán mégis meggondolhatnánk. Nincs ezen mit meggondolni.
Jobb helyen lesz nálam, még ha dolgoznia is kell, mint hogyha itt halna éhen a faluban. Nem igaz? Most jöttem hozzád utoljára. Nem tudom, mikor jövök legközelebb. Iszaki nagyon messze lakik innen. Boldog karácsonyt ad a húgom. Gyere, ezt látnod kell! Nikolász! 6 év telt el azóta, hogy árva lettél, és együtt kezdett nevelni az egész falu. Először sajnáltam, hogy nem találtunk neked állandó családot. Hogy házról házra kellett költöznöd, mert senki nem tudott végleg örökbe fogadni. De most már örülök, mert senki sem bánta meg. Így legalább mindannyian megismerhettünk. Tudjuk, milyen ember vagy. Nem csalódtunk benned. És azt hiszem, mindannyian büszkén vállaljuk, hogy a gyerekünk vagy. A közös gyerekünk, akit mindannyian szeretünk. Hát ennyi szülőd van, Nikolász. Az egész falunak a gyereke vagy. Sőt, még a testvére is. Ezért az egész falu, de különösen a gyerekek nevében szeretnénk átnyújtani neked egy apró kis emléket, hogy ne üres kézzel bocsássunk el. Nem fogadhatom el. Márhogy ne fogadhatnád el. Ez a szánkó a te tulajdonod. Hát nem gyönyörű. Még mindig itt bogarászol. Pattanj fel a szánkóra, különben végig gyalogolhatsz. Fogsz itt nekem sírva fakadni, mint valami csecsem. Gyerünk, gyerünk, igyekezz, sietnünk kell. Mit tátod a szádat? Ne bámulj, hanem vidd be a lovat az istálóba. Addig én előre megyek és jól befűtök a kályhába. A szánkó kint marad, kint az istállóban. Itt rend van ám, ha nem tudnád, és nincs lazsálás. Dolgozni jöttél, pattanj fel, 1-2! Ez lesz a te alvóhelyed. De hát... Csak semmi, de hát! Elfelejtetted, hogy kinek a házában vagyunk? Mostantól mesternek fog szólítani engem. Jó. Mi az, hogy jó? Igen, mester. Jól van. Én meg téged taknyosnak foglak hívni. Ez jobban illik rád, mint a Nikolász. Vidd be a holmidat, mozog már!
Ébresztő, taknyos. Kezdődik a munkanap. Akkor most lemegyünk a műhelybe. Te mész előre, taknyos. De hát, hol van itt a műhely? Rajta állsz, fiacskám. Mit szólsz a műhelyemhez? Nézd például ezt a kis asztalt. Szépségének a titka a faborításban rejlik. Juharfából készült. Én ezzel keresem a kenyeremet. Ehhez képest egy bicskanyelet vagy fakanalat kifaragni semmiség. A bútorokat a gazdagok veszik, földbirtokosok, nemesek. Ezt a kis asztalt például egy bíró rendelte meg karácsonyra. És ezt a széket, ezt is a bírónak csinálja, mester. Ez fenyőből készült, az meg juharfából. Te még a faanyagokat sem ismered föl. Úgy nézem, elég nagy hibát követtem el azzal, hogy idehoztalak. Nem követette el hibát, mester. Nagyon gyorsan tanulok. Azt mondod, gyorsan tanulsz? Akkor lássuk, milyen gyorsan tanulod meg kitakarítani a műhelyt. Már kezdheted is. Most hova igyekszel, taknyos? Hát föl. Mégis miért kéne fölmenned ahhoz, hogy kitakarítsd a műhelyt, ami itt van lent? Itt nincs mit kitakarítod. A munkaasztalon vastagon áll a por, taknyos. Ha beleragad a lapba vagy a festékbe, tönkreteszi az egész munkámat. Első számú lecke. Az asztalos műhelyt mindig tisztán kell tartani, ha piros hóemberek potyognak az égből, akkor is. Kettes számú lecke. Azonnal ide adod a bicskádat. Ezt nem használod az én faanyagomon. Ne! Mi a baj? Ez a kés az apámé volt. Vegyél onnan egy tisztességes kést. Most már feküdj le. De előtte ne felejtsd el elfújni a gyertyákat. Miért azt? Mert szinte nincsenek is ágai.
Így most hogy fogom megtalálni a holmiaimat? Mester! Letelt az egy év, és nem sokára itt kell hagynom az ön házát. Ilyenkor mindent meg szoktam köszönni a falu lakóinak. Megengedni, hogy szabad napot vegyek ki erre a célra? Hékás! Figyeld, hogy mit csinálsz. Mikor szoros a határidő, ne ábrándoz, ha nem dolgoz. Még hogy szabad napot, mit képzelsz te? Mit művelsz te itt? Miért nem vagy még ágyban? Ezt csinálod a hátam mögött? Elloptad a faanyagomat, kölyök? Csak abból dolgozom, amit a szemétbe dobott, mester. Szóval ezt műveled a tudtam nélkül éjszakánként. Elnézést, mester. Ez nem is sérült meg túlságosan. Hozd ide a kisebbik fafúrómat és egy fejnyakjüli szöget. Nem lehet sötétben dolgozni. Csak selejtés sérülés lesz a vége. Na nézd! Nem is látszik, hogy terett volt. Van egy játékraktárad valahol, mi? Nagyon szeretheted azokat a kis taknyosokat. Azt tervezted, hogy kiszöksz éjszaka, kiviszed az ajándékokat, mert nappal dolgozol? Na, mindjárt gondoltam. Akkor hát menj, ha eltervezted, viszont ide figyelj. Napkelte előtt okvetlenül érj vissza, mert munkaidőben nincs lazsálás, még akkor sem, ha karácsony van, megértetted? Mester. Egy szót se, mert még meggondolom magam. Rendben van. Este foglalkozhatsz a játékfaragással. Talán még segítek is neked, utána még nyugodtabban tudok aludni. Játékokat faragni ének idején. Ki hallott már ilyen ostobaságra, na? Na végre csak, hogy itt vagy. Már azt hittem, megfagytál, és nem is ébredsz fel többé álmodból. Na jó, nézz ide. Bepakoltam a szánkóba. Most mit nézel rám ilyen bután? Nem érnél vissza napkelte előtt, ha gyalog téblából éjszaka a faluban, és kárba veszne az utolsó napod. Na ugorj be.
Indulás! Yeah! Ez volt az utolsó ház. Jól van. Bár ez igazán őrült dolog a részemről. Azt értem, hogy te miért csinálod, de hogy vénember létemre részt veszek ilyesmiben. Na, mehetünk haza. Még hátra van egy bizonyos hely. Várj egy kicsit. Mutasd csak azt a lovat. Én is faragtam hasonlót. Egy paripát. Mikor a fiúk még kicsik voltak. Miféle fiúk? Tudod, nekem is volt két kisfiam. Hermanni és Henrik. És feleségem Margaret, aki meghalt, amikor a fiaim korodbeliek voltak. Kimentek együtt a tengerre. Engem meg itt hagytak egyedül, nem láttam őket soha többé. Ezért lettem én ilyen. Ezért vagyok gúnyos és gonosz a gyerekekkel. Minden gyerek arcán Henrikét és Hermanniét látom viszont. És még mindig nagyon hiányoznak. Nincs nap, hogy ne jutnának eszembe. Hát azt akarom mondani, hogy ha akarsz, velem maradhatsz. Boldog karácsony, Nikolász! Apám bicskája. Köszönöm, mester. Mostantól tegezz és szólíts egyszerűen Iszakinak, mintha a fiam lennél. Boldog karácsonyt, Ada. Boldog karácsonyt, Ada. Boldog karácsonyt, Iszaki. Boldog karácsony, Nikolász. Most már menjünk. Az a karácsony fordulatot hozott. A falu túljutott a nehéz, szűkös esztendőkön, és az én kóbor kallódó életem is révbe ért. Hazamehettem. Iszaki olyan otthont adott nekem, amelyet semmiért sem adtam volna fel. Köszönöm. Ne adjon vissza. Köszönöm. Viszont. Minden jót kívánok. És legyen máskor is szerencsét. Viszontlátásra. Gyerünk, 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 nem lazsálom. Tessék, tessék, eredeti juharfa bútorok. Tessék ezt a berakásos íróasztalt. Eredeti darab. Iszaki mellett gyorsan repültek az évek. Szinte észrevétlenül nőttem fel. Egyszer csak már szakállam volt és bajuszom.
felnőtt lettem. A falu pedig terebélyesedett, és rengeteg gyerek született. Iszakival már alig tudtuk őket számon tartani. De szerencsére volt egy titkos segítőnk. Nélküle nehezen boldogultunk volna. Nikolász. Emily. Ezer éve nem láttalak. Gyakrabban kéne erre járnod. Nem nagyon érek rá. Tudod, Iszaki már nem fiatal. Megvan a lista? Hoho. Annyi gyerek van, mint égen a csillag. Hogy egészen őszinte legyek, egy név még hiányzik róla. Ez a. Kisfiú? Kislány. 3 hónapos múlt. Írjuk rá őt is a listára. Hogy hívják ezt az ifjú herceg kisasszonyt? Ada. Ada. Szervusz. Ada. Nikolász, bemutatom Henrik és Hermanni fiamat. Meséltem róluk. Tudod, megkerestettem és ide hívattam őket. Igen. Nagy hibát követtünk el akkor. Szeretnénk kárpótolni ezért apát. Hazavisszük, hogy velünk lakhasson. Veletek? Hol? A saját házunkban, a városban. Apa öreg már ahhoz, hogy itt lakjon egyedül a hegyen. És velem mi lesz? Megkapod a házat és a műhelyt. Bőven kiérdemelted. Állj meg, Nikolász! Nikolász, próbáld megérteni. Még ha úgy szeretlek is téged, mintha a saját fiam volnál. Értsd meg. Tessék. Ez nyitja a ládikát az ágyam alatt. Mindig spórolós voltam és fukar. Talán túlságosan is. Te sokkal jobban tudsz majd gazdálkodni vele. Értsd meg, kérlek. Értsd meg, Nikolász.
Nikolász! Emily! Nikolász! Szervusz! 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 Merre jártál? Arra! Arra? Arra, arra! Erre! És még nem tartok sehol. Ami játékot itt felhalmoztál, az legalább 10 évre elég kell, ez hogy legyen. Ez még jövő karácsonyra is kevés. Az micsoda? Térkép. Nézd! Errefelé, ezekbe a házakba, a távoli hegyi falvakba, ide, 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 ajándékot viszek. Karácsonyra? Igen. Ilyen sok falu, és mennyi gyerek lakik benne? Honnan fogod tudni, hogy kinek mit kell vinned ajándékba? Ennek egyszerű a módja. Mi az? Ráírok minden nevet egyenként a csomagolásra. Becsomagolod? Igen, zseniális ötlet, nem? De honnan van pénzed ennyi mindenre? Iszaki ennyit gyűjtött össze egész élete során. Most végre elvihetem a karácsony örömét a gyerekeknek. Nikolász, nem lehet, hogy az életed csak a karácsonyról szóljon. Eddig nagyon önzően viselkedtem. Csak azoknak vittem ajándékot, akik segítettek nekem. Te önzően! Mostantól csak karácsonykor tűnök el a világ szem előtt. Nikolász! Nikolász! Néha ellátogatok a boltodba, hogy pótoljam a készletet, és új listát kapjak a gyerekekről. Az élet másról is szól ám, mint a karácsony. Például? Ezt lehetetlenség megcsinálni. Nincs is annyi helyed, ahol elfér ez a rengeteg ajándék. Ráadásul Hilma nem is bírna el ekkora súlyt. Ez lehetetlen. Nem lehetetlen. De képtelenség. Nem, nem az. Nem sokára karácsony van. Az állatok gyorsan tanulnak. De a rénszarvasok nem lovak. Nem baj, én tudok a rénszarvasokkal bánni. A rénszarvasok nem farkasok. Hanem szarvasok. Jó, megpróbálhatod. Jó van. De azt tudnod kell, hogy jobban engedelmeskednek, ha ez a piros sapka van rajtam. Nincs erre szükségem. Nekem az állatok akkor is engedelmeskednek, ha éjjeli edényt teszek a fejem tetejére. Csigi, csigi, csigi! Na gyertek ide! Hajtsátok rá a fejeteket! Táltos! Szikra! Ide Nikolászhoz! Viselkedjetek rendesen, kezdődik az iskola. Az első órán a lasszózást vesszük. Legyetek fegyelmezettek, kedves gyerekek. Figyeljétek a kezemet. Leülni, különben nincs jutalom. Táltos. Figyelsz rám, Táltos? Leülni. Leülni. Gyerünk. Azt mondtam, leülni. Ha nem viselkedtek rendesen, kaptok Nikolásztól akkorát, hogy megemlegetitek. Szikra! Oh. Na jó. Lassabban! Lassabban! Álljatok szépen sorba! Álljatok meg! Álljatok meg! Álljatok meg! Álljatok meg! Megállni! Oh. Kell egy piros sapka, egy piros suba, és kell egy csizmába tűrhető szűk piros nadrág. Milyen színű legyen? Piros, élénk piros. Megismételnéd, ha megkérlek? Piros legyen! Bocsánat. Leingadtak a kis rakoncátlan.
csodálatos és szikra. Igyekezzünk! Hopp, hopp! Csak Ada, mi rejlik a titokzatos csomagban? Pörgetjé. De szép, ez igen. Pár éven belül a titokzatos ajándékhozó a gyerekmesék főszereplője lett. Néhányan esküdtek rá, hogy manókat láttak ajándékot vinni. Mások arra, hogy egy gyerek szerető törpe hozott nekik ajándékot a kéményen át. Olyat is meséltek, hogy angyalok vagy tündérek jártak a falu felett. Szerencsére rám senki se gyanakodott. Itt vagyok! Jön, Nikolász, futás! Ennek kapjon! Jó napot! Szervusz, Ada. Hová lettek a többiek? A többiek félnek tőled. Tőlem? Miért félnek? Mikko azt mondta, nem is te vagy, aki az ajándékokat hozza, mert te szívből utálod az összes gyereket. Mikkónak részben igaza van. Én nem hozok ajándékokat. De nem utálom a gyerekeket. Ki hozza az ajándékokat? Ki tudhatja azt? Ki sejtheti? Megkérdeztem Nikolást, ő mondta. Ada azt állítja, hogy... Nem te hozol ajándékot. Adának igaza van. Ada! Miért tagadtad le? Mondd meg Adának az igazat. Az nem lenne helyes. A gyerekek ne azonosítsanak engem az ajándékozóval. Az mindent elrontana. De miért? Egy szép napon majd megérted. Nikolász! Emily! Ada nincs nálad? Nincs. Ma reggel eltűnt. Hogy? Kedves apu és anyu, ne aggódjatok, értem, elmentem kideríteni, hogy ki hozza a karácsonyi ajándékokat. Felébreztek mindenkit a faluban. Szervezünk egy kereső akciót. Jó, de akkor adj valami ruhát. Különben rájönnek. Rendben, fiúk. Hazataláltuk, ugye? Mindenki keressen egy párt magának. És minden pár vigyen fákját és lámpát. Ada nem mehetett messzire. Igyekezzünk. Én tudom, hogy hova ment. Nem viccelsz, Mikko? Ajándékot akar vinni neked. Én nekem? De hát miért? Nem hiszi, hogy te hozod az ajándékokat. De miért nem szóltál előbb? A frász kitör minket. Megígértem, hogy nem szólok. Ada visszajön, ugye? Ada! Ada! Ada nem tudja, hogy te hol laksz. De ha tudná is. Messze van innen. Gyanúg, nem tudna eljutni odáig. Ada! 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 Ada!
Nikolás. Oda. Senki nem hitte, hogy ilyen messze eljutsz. Gyalog és egyedül éjszaka. Hogy tudtál megtenni 20 kilométert? Hidegben, tomboló viharban. Egy rénszarvas szánon semmiség az egész. Rénszarvas szán? Miféle rénszarvas szán? Hirtelen előbukkant egy szán a fák közül. Először azt hittem, hogy üres, de aztán kiderült, hogy mégsem az. Benne volt ez is. Annyira fáztam, hogy felvettem a ruháidat, és a rénszarvas idehozott. Elmeséltem Adának mindent. Azt is, hogy lettem olyan, amilyen végül is vagyok. És hogy miért olyan fontos, hogy karácsonykor ajándékozzunk. Azt is elmondtam neki, hogy az az álmom, hogy folytatódjon ez a hagyomány akkor is, ha én már nem leszek. Vajon milyen lány lenne most a kisugod Ada, ha nem változott volna vizitündérré? Szerintem éppen olyan, mint te. Boldog karácsonyt, Ada. Boldog karácsonyt, Ada. Boldog karácsonyt, kicsi Ada. Boldog karácsony, Nikolász. Ada megtartotta ígéretét. Nem árulta el a titkomat. Éppen ellenkezőleg. Egyáltalán nem úgy nézett ki, mint Nikolász bácsi. Ráncos öregember volt, aki úgy szólítatta magát, hogy karácsonyapó, de nem volt szakálla sem. Az évek teltek, és hirtelen azt vettem észre, hogy Adával való barátságunk már majdnem 20 éve tart. Nikolász! Tessék! Férjhez megyek, Nikolász! Mikóz, ugye? Nikolász. Tessék. Értem jönni a karácsony reggelén a szánkóval. Ez magától értetődik. Szervusz! Szervusz! Ülj csak be! Táltos! Szikra! Gyíte! Hopp, hopp, hopp! Köszönöm. Micsodát? Hát mindent. Mindent köszönök.
Apukám meghalt. Az attól való félelem, hogy elveszítjük a szeretetet, a szeretetnek a része. Apukád, Emily tanította ezt nekem. Arra viszont te tanítottál meg, hogy milyen csodálatos dolog adni. Éne. Nikolász, azért időnként magadra is gondolhatnál. Megérdemelnéd. Semmi sem tart örökké. Ideje volt, hogy beismerjem, hogy az idő eljárt felettem. A következő karácsony lesz az utolsó. Az utolsó karácsonyom. Jaj, de gyönyörű. Kinek szántad? Becsomagolhatom? Nem. Ezt magam akarom becsomagolni. Karácsonykor találkozunk. Biztos nem kér segítséget karácsonyi jelére? Biztos. Egyedül akarok dolgozni. Nikolász, emlékezz az ígéretedre. Ez az utolsó karácsonyod. Ez az utolsó karácsonyom. Nikolász! Nikolász!
Boldog karácsonyt az én kis Adámnak. Testvéred Nikolász. Boldog karácsonyt az én kis Adámnak, testvéred Nikolász. Mit jelenthet ez? Azt, hogy soha többé nem találkozunk Nikolásszal. De miért? Nem tudom elmagyarázni. Csak érzem. Jó napot! Szervusztok! Mit csinálsz? Mikó, ennek semmi értelme, hiszen tudod, hogy... Nikolász azt akarta, hogy folytatódjon a hagyomány, te is tudod. Ha a fiunknak ajándékot adunk, azzal csalódást okozunk a többi gyereknek. Nem feltétlenül. Dehogy nem. Más apák is adnak ajándékot. Születésnapra, de az más. Ez most csalás lenne. Boldog karácsonyt, kicsi Ada. Boldog karácsonyt, Nikolász.